A tánca mindenük, így áldozni is hajlandók rá a vérbeli brékesek. Ez derült ki a múlt hónapban rendezett Break Mission Fesztiválon, melynek belépőjéből rászorulókat támogat a Szolnok Segít program. Természetesen ennek csak egy töredéke van itt ezeknek az adományoknak. Én most 5 családnak szeretnék segíteni ebből az adományból. Mind az 5 család benne van a Szolnok Segít programban, és tudjuk, hogy ezért ez a fajta segítség nagyon jól jön. A Humán Szolgáltató Központba meghívott rászorulóknak nagy segítség a tömött reklámszatyor tartalma. Erzsébet például havonta nem egészen 30 ezer forintból próbálja fönntartani magát. 27 ezer valamennyi. Mire elég ez? Semmire. Nem nagyon. Nem sok, semmi. A csomagokban készétel, konzerv, májkrém, liszt és olyan alapélelmiszerek, amiért már érdemes elővenni a serpenyőt. Nagyon nagy segítséget jelent, mert 3 gyereket egyedül nevelni, ugye egy fizetésből, meg ami a jövedelmem van még a gyerekekre, az élelmiszer alapjáraton mindennapos a gyerekek részére. A segítség folyamatosan elkél, a legfontosabb természetesen az élelmiszer, bár, mint Erzsébet elárulta, egy ideje nem csupán enni, mosni is csak ritkán tud kiukat, ugyanis a mosógépe. Ha valakinek fölöslegessé válik egy használt készülék, az a Szolnok Segít programon keresztül ajánlhatja fel a 17 unokával rendelkező nagymamának.